Kárpát igazol, hogy 99 éves sajtóorgánunk Kárpátalján a legidősebb. Ha Isten megtart bennünket, akkor jövőre centenáriumot méltathatunk. És ha most valaki azt kérdi, hogy mi lesz az elkövetkező 100 évben, hát ember legyen a talpán, aki jóslatokba tud bocsátkozni. Jelenleg azt érzékelni, azt látni, hogy átalakulóban van a kárpátaljai nyomtatott sajtó. Mindinkább kiszorul, egy idősebb réteg olvassa a hagyományos print újságot. A fiatalabbak, és itt elsősorban a 40 alatti korosztályt már minden ide sorolnám be, ők már táblagépeken, telefonokon, számítógépeken olvassák a médiát, és ezzel a kihívás mindenféleképp szembe kell nézni, le kell vonni a kellő konzekvenciát, és azerint folytatni a dolgokat. Én úgy gondolom egyébként, hogy nem kell temetni a nyomtatott sajtót, csak át fog alakulni. Egy háttérújságírás fog megerősödni, amikor nem csupán egy eseményről adunk hírt, hanem az események mögé nézünk, összefüggéseket keresünk, és talán az elmúlt időszakban a médiából, az írott médiából kiveszett műfajokat, gondolok itt riportokra, publicisztikákra, háttérelemzésekre, ezek nagyobb teret tudnak majd hasítani a médiában, és az online-ra áttevődik a hírversenyből adódóan, ki az első, ki a hamarabb, ki tudósít egy adott alkalomról, de az, ott az eseményen túl önmagában ki is merül, és ami a mögöttes tartalom, annak viszont az írott sajtóban lehet és kell majd szerepet találni. Nagyon fontos a kapcsolattartás az ifjúsággal, a fiatalokkal, hiszen minden egyes médium számára elsősorban a fiatalok jelentik az utánpótlást, a médiafogyasztó szempontjából az utánpótlás, és nagyon jó és üdvözlendő, hogy a nyári egyetemen belül is találtak módot a szervezők egy ilyen kerekasztal beszélgetésre, hogy első kézből a meghívott szerkesztőségek képviselőitől első kézből kapjanak információt, az őket foglalkoztató kérdéseket föltegyék, és ami nagyon lényeges, ezek a kérdésekből nekünk, újságíróknak, szerkesztőknek, lapvezetőknek is le kell vonni a következtetés, és nagyon, nagyon sok mindenre egyébként engedtek következtetni azok a kérdések, amik a diákok, a fiatalok köréből, a hallgatóság soraiból elhangzott, hogy ők milyen igényeket fogalmaztak meg, milyen észrevételeket fogalmaztak meg velünk szembe, hogyan látják, ezeket be kell raktároznunk, ezeket meg kell emésztenünk, és nyilván az olvasói reakció, az olvasói visszajelzés nagyon fontos, hogy még jobbá tegyük a saját média felületeinket.